Oké, a következő a helyzet. Az Amaran az Aperture-nek a prosumer felhasználóknak dedikált márkája. Én nagyon szeretem, és az új Amaran 150C és 300Z modellekkel még egy szintet ugrottak. Lehet, hogy odáig egészen, hogy talán már nincs is értelme gondolkozni mondjuk az Aperture 300 wattos fényein. Nem fogom nyújtani, nem lesz ilyen, hogy spoiler vagy valami. Itt vannak az előnyök. Fényerő, színhűség, RGB, súly, kiegészítők és az ár. Természetesen van néhány fordulat a részletekben, és néhány hátrány is, amiről beszélnünk kell mélyebben, pontosan azért, hogy egy jól informált döntést tudjunk hozni. És ez a videó erről szól, szóval mindenképp nézd végig. Kezdjük el, de előtte intro. Annak érdekében, hogy egy okos döntést hoz, bemutatom neked az új Amaran 150C-t és 300C-t, miközben unboxingoljuk őket. Ezek az Amaran első teljes, színű, minden szint tudó Bowens Mount-os LED fényei az indie filmeseknek és kreatorok számára 150 wattos és 300 wattos verzióban. Pontosan ugyanazt a chipet kapta meg az RGB WW-be, ami teljes szint vezérlést biztosít, mint az Aperture, standard Bowens Mount-tal érkezik, és a kezelőgombjai pedig be van építve a testbe, ez egy nagy különbség. A fénykibocsátása és annak a minősége teljesen király, pontosan ugyanannak a chipsetnek köszönhetően, mint az Aperture-nél is. De hagyjuk, hogy a számok beszéljenek magukért. Maga a színnek a hűsége, hogy mennyire jó, az 2500 és 7500 Kelvin között kétszintű CCT tartományban van. CRI és TLC érték 95+, ami azt jelenti, hogy pontos színvisszaadást kapsz például a bőrszíneknél. Mivel több Aperture és Amaran fényem is van, azt mondhatom, hogy az Amarannak a 150C és 300C a legmagasabb kategóriás Aperture minőséghez áll a legközelebb, anyagok tekintetében is. Míg a ház könnyű, de prémium műanyagból készült, fémanyagokat is tartalmaz, pontosan ott, ahol szükséges. Fém a Bowens Mount a nehezebb modifierek miatt, vagy fém, baby pin van rajta, amivel lehet állítani, szabályozni, pedig a többi Amaran fényben műanyag van, tehát ez is jobb. És mégis nagyon könnyű lett, 2,6 kg a 11 kg-hoz képest a 300D-hez viszonyítva. Mint már említettem, az Amaran fényeknek Bowens Mount-ja van, és ez az RGB WW-s optikával van, és amúgy az outputot lehet még fokozni azzal a 300C esetében, hogy veszünk mondjuk egy Aperture Fresnel 2X-et, amivel még brutálisabb outputot tudunk kapni. Van hozzá még egy projektorlencse is, amely egyébként jóval olcsóbb, mint az Aperture verzió, 360 euró helyett 700. És hogyha már erről beszélünk, jött egy új softbox is, a Lidom Mini S-sel. Tehát ezekkel kombinálva kb. Egy Aperture 300-as wattos fénynek az áráért megkaphatjuk a kiegészítőkkel együtt, de most nézzük a különbségeket. Az anyagok mellett azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb különbség, amit figyelembe kell venned, az az, hogy míg az Aperture fények általában egy külön kontrollboxsal, vezérlődobozzal érkeznek, addig az Amaran fények egy beépített felülettel és gombokkal rendelkeznek. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, ez csak egy dolog, amit te magadnak kell eldöntened, különösen akkor, hogyha még az árat is figyelembe vesszük. Ez egy másik ponton is változtat, az energia bevitelbe, vagy hogy kapunk áramot, nyilván használhattunk 220-at, de az Aperture-nek a kontrollboxával van egy ilyen V-mount akkumulátor átalakító, amit pluszba meg lehet venni az Aperture 2-bay Battery Power Station $180-ért, de bármilyen más akkumulátort is használunk, és így igazából biztosítja az energiát, az áramot az Amaran fényeknek is, míg a V-mount csatlakozás az Aperture fényeken be van építve. A következő különbség az hortáska. Tök jó, meg menő, könnyű, ilyen habkarton anyagból készült, vannak dedikált részei az Amaranos táskának, de az Aperture az egy teljesen más szinten van, és sokkal jobb, ha szállítani szeretnénk. Bár mindkét fényforrás magas mértékben testre szabható,
de az Amarannak a beépített felülete korlátozott, tehát ehhez a Sidesync appot kell mindenféleképpen használnunk, míg az Apple csörvényeknél ugye a Control Box-szal szinte minden beállítást el tudunk végezni. Tehát, ha a beállításod viszonylag egyszerű, vagy egy otthoni stúdió ilyesmi setupban vagy, akkor az Amaran fények tökéletesek. Az egyik következő különbség, amit ki szeretnék emelni, az a jókrendszer, és az, hogy milyen dőlésszöget tudunk használni. Én sokkal jobban szeretem a jókot, jobban lehet forgatni, stabilabb is, de megint egy ilyen otthoni stúdióban teljesen jó az a kis bracket, amivel használjuk az Amaran fényeket. Összefoglalva, 650 euróért a 300 C-t és 400 euróért a 150 C-t, ugyanazokkal az RGB W chipekkel, szinte már az Aperture vonalában van a Finn Bowens Mantle, Sidesync-et kapsz hozzá, de nyilván, hogyha DMX-et vagy Lumen Radio-t szeretnél használni, akkor csak az Aperture az opció, mert ezt az Amaran nem kínálja. Emellett az Aperture termékekben van egy ilyen silent, csendes mód, de amúgy annyira halk az Amaran, és hogy szerintem ezzel semmilyen gond, semmilyen problémát nem fog okozni. És még egy fontos dolog, hogy az Amaran fények nem ilyen időjárás biztosak, tehát esőbe például nem használhatjuk különböző időjárási körülmények mellett. Ha ez fontos neked, akkor ki kell zárni, és megint az Aperture felé megyünk. A fényminőség ugyanaz, szinte senki sem fogja észrevenni a különbséget, mindkét fény segítségével ugyanazt a profi eredményt lehet elérni. Szerintem egyre több Amaran fényt fogunk látni professzionális forgatásokon is. Az alapvető üzenet az az, hogy valószínűleg az Amaran fények több mint elegendőek lesznek számodra, ráadásul rengeteg pénzt tudsz megspórolni. De a másik oldalról, ha szükséged van az említett profi funkcióra, akkor már valószínűleg úgy is tudod, és nem is fogsz az Amaran vonalon gondolkozni. De mondd el te, melyik fényt választanád, mik fontosak neked, milyen funkciók, vagy van egy másik márka, amit szeretnél beszerezni, folytassuk a kommentbe. De mielőtt elköszönnénk, ki kell emelnem egy nagyon király új Amaran terméket, a csőfényeit. Korábban hiányoztak néhány funkciók nekem, de most nemhogy egyenrangon Enlight-tal, de lehet, hogy még túl is szárnyalta. Hogy miért? Azt nézd meg ebben a videóban. És mi maradt még? Hogy elköszönjünk. Köszi szépen, hogy itt voltál, megnézted ezt a videót, remélem hasznosnak találtad, ne felejts el feliratkozni a csengőbe nyomásával együtt, like, komment, és remélem, hogy egy következő videóban találkozunk, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!